Természetesen tárgyaltunk az 1996-ban megkötött gázszállítási szerződésről, amely ebben az évben lejár. Ezt a problémát sikerült megoldanunk. Már csak technikai kérdések vannak hátra, a politikai egyetértés megszületett. A mostani szerződés keretein belül lehetőség van arra, hogy eddig fel nem használt gázt a jövőben felhasználhassuk, és mindig az igénybevételkor fizethessünk. Ez azt jelenti, hogy ezzel a megállapodással biztonságba helyeztük a magyar családok energiaellátását, és garantáltuk a magyar ipar működését is. Magyarország és Oroszország megerősítette a gazdasági együttműködését. Olyan megállapodásokat kötöttünk, amelyek jól, sőt kiválóan szolgálják majd Magyarország érdekeit. Én világossá tettem, hogy Magyarország fölfogása szerint Magyarországnak szüksége van Oroszországra. Nekünk magyaroknak fontos, hogy Oroszország nyitva legyen a magyar termékek előtt, és Magyarországnak érdeke, hogy biztosan, kiszámíthatóan és észszerű áron juthassunk orosz energiához.